Sziasztok! Tudjátok, mennyire imádjuk a trampolinparkokat, ezért ma eljöttünk egy amerikai trampolinparkba, hogy megnézzük, mennyivel különbözik az otthonitól. Már most első látjuk, hogy amúgy eléggé izgalmas cuccokat lehet ma csinálni. Nagyon jó! Ilyen kéne nekünk otthonra is. Eljöttünk ide Salt Lake Citybe, a Ninja Kids nevű helyre. Elég sok minden van, megpróbáljuk kipróbálni az összes részét. És már látom is, hogy ilyennel például még soha nem találkoztam, ilyen AirTrack plusz mindenféle jó kis mókaság rajta. És van egy kosárpálya, ami per pillanat foglalt, nem egy sima kosárpálya, egy trambulinos, gumis, talajos pálya, amit már évek óta próbálunk halászni valahonnan. Végre ki tudjuk ezt majd próbálni. Hoppá, hoppá. Ugye otthon ilyen trapézlengővel már találkoztunk, de ilyen ziplánnal még nem. Nem értem az én méretem, de hát megpróbáljuk hátha. Amúgy egész jó. A trapézről lehetne megpróbálod a szaltot, úgyis ennyire akartad a tegnapi videóba. Easy. Továbbra is itt vagyunk az AirTrack-es résznél. Itt nagyrészt ilyeneket használnak, otthon inkább trambulinok vannak. Szia gyerek! Most szétlőjük egymást. Mit csinálsz? Oh! You go again, Sim! Nézzük a gyereket. Mennyire tudj... Oppá! Mekkora kötényt vert a Bálintnak, 1-0 a kis gyereknek. Tud azért cselezni, viszont Bálint a nagy testével beáll elé. Óriási cselek, és még egy kötény gólt ver neki, hát nem hiszem el. Hát mindjárt meg fogják verni a Bálintot. Na, valami akró taktikát vesd be, te fésztímes vagy, ez az. 2. Ega van, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, és még egy, nem hiszem, hogy 3 kötény gólt ver neked a gyerek. Hogyan értékeli a mai meccset? Veszítettem. Az mi kemény? Nekünk ugye csak ilyenünk van, a 100 000-es, de nekik van 1 milliós. Meg 20 milliós. Mi van? Ágad, mi azon vagyunk, hogy megjön a 2000 feliratkozók, meg itt nekik van 20 millió. Hú, hallod, olyan szinten ki vagyok, mindjárt folytatjuk a parkbemutatást, csak le kellett pihennem, mert amúgy napok óta ilyen 3-4 órákat alszunk, amióta van ez a napi vlog sorozat, az elég kemény, de amúgy tényleg köszi mindenkinek, hogy feliratkoztok, meg néztek, meg tényleg óriásiak vagytok, és tényleg, hogy mindjárt itt van a 200 000 feliratkozó, viszont azért elég nagy kihívás minden nap egy hát minőségi videót legyártani nektek. De tényleg nagyon szeretnénk, hogy meglegyen évvégéig 200 000 feliratkozó, és kiosztjuk az összes legkirályabb nyereményt, úgyhogy megyünk tovább, gyertek! Itt van mögöttem a ninja pálya, de abból otthon is sok van amúgy, meg amúgy sem válogattak be engem a ninjába, amikor jelentkeztem, úgyhogy ez nem érdekel minket, menjünk tovább. Vagyis szóval majd valami nekünk való, egy trambulin, egy felfújt airbag mellett, ami pont amúgy nekünk kell. De próbáljuk ki, Matyi, ugrasz valamit? Na, Matyi jön. Másfél csavar. A parknak ez a fele kicsit amúgy csalódás, mert szivacsgödör nincs rendes, hanem csak ez, ilyen kis Ariel számokkal. Valamint ez a gumiasztal amúgy nem dobkod semmit. Oh, és kemény az egész, nem a legkellemesebb. De hát megtaláltam a kedvenc részemet a parkban, hát ilyen nincs otthon. Masszázsszék. Gondolj bele, elhozod a gyerekedet játszani, beülsz ide két órára. Legjobb. Na, menjünk tovább. Amúgy ilyen hely is van máshol, de ezeket közgyerek nagyon szeretjük, mert szeretünk sziklákra ugrálni vízbe. Na Bálint, húzz egy valamit! Ó! Jól vagy, ember! Na, ott van az ifjú kajtár, Norbi! Nézzük meg, hogy mit tudnak itt a High Performance trambulinok. Amúgy jobb! Ilyen fales szettekből otthon azért komolyabbak vannak, viszont szerencsére Bálint nem ugrik akkor át, úgyhogy nekünk ez pont elég. Show us what you got. What's your name? Milo. Okay, show us something. Na, itt már kezdenek a gyerekek felvágni, ha átraugrásokkal. Yeah, front flip, man. Na, itt egy kis freestyle gyerek. Jó, elég ügyes. Hoppá, Bálint, itt levertek téged elég csúnyán. Ilyet sem Magyarországon, se Kínában nem látunk még. Ugye ezek ilyen nagy wipeout-os golyócskák, amin át kéne menni. Siker! Mögöttem vannak aztán a kosárpalánkok. Ugye ilyen otthon is van, de itt 3 különböző méretbe jön. Bálint megtalálta a saját méretét. De gyerek, rálóg! De még így is mekkorát rátöm! Nézd, milyen aranyos! Most a Matyi fölment oda, és onnan fognak vanni egy alley-oopot. El akarja venni! Bejöttem gyereknek. Ez egész trambulin park kicsit a gyerekek fele van orientálva. Nincsenek olyan grandiózus dolgok, de attól még jó. Jaj, le kell mennem, le! Vágod, ez is! Viszont nehéz már.
annyit sikerült, hogy megstopoltam a dudat, aztán fejbe küldte úgy a kislány, hogy elszállt. Szegény, sajnálom amúgy. Figyeld meg, hasstal ugorják át, és ilyen skorpiót nyom, egy, kettő, össze-vissza tarolja őket. Mindjárt megyünk a légi kosárpályára, mert úgy nézem, hogy üresedik, de előtte még itt van egy-két dolog. Van egy lézerméz nevezetű hely. Lázár Petit üdvözöljük innen is. Közben látjuk a lézeres útvesztőbe, hogy a kislány hogyan próbálja elkerülni egy lézer által meghajon, és már kinn is van. Úgyhogy Bálint, következő. Gyere, Matyi! Te mész oda abba a sarokba, én megyek a másik sarokba. Mindkettőt el kell érni? Igen, ne érjél hozzá a lézerhez. Eddig jó? Albi, ez mozog. Vissza kell menni a piroshoz. Menjünk középre. Az a baj, hogy ez nehezebb, mint tűnik. Próbálok nézni mindenfelől, hogy hol vannak a lézerek. Vigyázz, az mozog. Fogy, oda nyomd meg a gombot. Hát jó bénák voltunk, mit gondolsz? Ez nem ment a legjobban, viszont ilyet soha sehol nem láttunk még. És ez tök király. Van még itt egy csúszda, amit ki kéne próbálnunk. Úgyhogy vegyünk fel a varázsszőnyegeket és csúszuk meg. És jaj, jaj! Srácok, rendesen paráztam, vágod. Meglepően a mai nap eddigi legjobb adrenalin fröccse volt számomra ez a csúszda. Pillanatig így nem tudtam, hogy mi van. És meg is érkeztünk a végső pályához. Az elég komoly arcok vannak, szerintem csak ezért járnak ide, hogy szétzsákolhassák a többit. Megőrül az egész város. Tipik amerikaiak. Na, ott van az MVP szerintem a másik csapatban, a nagyfehér. Miért mer az emberünk? Vesz majdnem egész pályásat. Ennyi kell. Óriási káosz, és mekkora eljúp már megint? Ezek nagyon szétszedik. Nem is tudom, hiszen nincs ennek annyira szabályok, mert össze-vissza lépés hibáznak az emberek, de nem is az a lényeg ennek. Itt jön oldalt a Malet srác, és mekkora zicser. Azta. Nagyon komoly, hogy három pontos vonalról lehet zsákolgatni. A gyereknek nincs kemény feladata. Ez elég veszélyes, mert ugye a trambulin, a labda, sőt még ilyen elég ilyen full kontaktos érintkezések ötvöződnek, vagy ha mindjárt beáll és széttömi őket. Megpróbálok a háromas vonalról zsákolni egyet, jó? Jaj! Be lehet végül is húzni. Michael Jordan, figyeld meg, 2023! Ami azt tudod, hogy régen edzésen játszottuk már olyannal, hogy beraktuk az airtracket, kosárpalánk alá is próbáltuk arról zsákolgatni. Hasonló stílus, csak itt az egész tényleg egy nagy, óriási airtrack. Visszatömi, amit a gyerektöm. Jéj! Na figyelj! Szaltó fél! Ennyi, beadtuk, na jó. Gyere! Oh! Majd megfejeltem a gyűrűt. Ott van! És be, most rajta! Yes! Ő az én csapattársam. És itt van, és látom mi? És eltalálja a gyereket. Megvan, megvan. Nagyon agresszió van, vágod, itt vérre megy az egész, és cserébe visszaadja. Ember a pályán. Kisgyerek ellopta a labdát, és megvan! Szegény gyerekek, Bálint, hát nincs semmi könyörület, és mekkora önpassz, és mekkora zsák. Ügyes vagy, döntetlen, jó volt. Én sejtettem, hogy ez különleges lesz, de tényleg nagyon jó móka volt, és nem csuktuk össze magunkat. Milyen volt? Amúgy az a durva, hogy én azt hittem, hogy ez nagyon veszélyes, hogy ott van 10 ember egy nagyon picike pályán, de nagyon élveztem. Jó, azért gyerekek ellen játszottam, szóval azt hagyjuk meg, hogy nem volt nehéz dolgunk. Pont ezért volt jó. Bár amúgy nem a rendes kosárpalánk méret, de így is elég fun. Amúgy voltak nagyon jó elemei, voltak rosszabbak, mint otthon, de összességében amúgy élveztem, mert más. Nem kell feltétlen elirigyelni, igazából otthon is van egy csomó jó trambulin park, meg jó feature-ök, de azért ez a kosárpály ezt nagyon adnám, ha lenne egyszer otthon. Ja. Az jó. Na, akkor ennyi voltunk mára. Holnap jövünk egy kicsit komolyabb videóval, amiben majd részletezzük, hogy tényleg ki hol van, mert... Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi van az alap 4 blokktaggal, úgyhogy holnap elmagyarázzuk szépen egyesével, hogy mit csinálunk, meg milyen volt az évünk. Ott találkozunk addig is. Köszi a lájkot, feliratkozást, minden. Csööö!